Hullapelyhes fehér hó, Emese ezzel a dallal köszöntötte a városi karácsonyfa tövében feltűnt télapót. És bár a nagyszakállú már most megajándékozta őt, azért otthon is készül a Mikulás érkezésére. A csizmámat az ablakba teszem, és akkor majd úgy várom. A fehérvári és Fehérvárra látogató gyermekek már ma is találkozhattak a Mikulás járattal a belvárosban. A városháza után a Hősök terén hallgatta a neki szóló verseket és énekeket a télapó, aki szaloncukorral mondott köszönetet minden produkcióért. A Mikulás azt mondja, most már rendes érkezéseig itt marad a városban, és várja a gyermekeket hétfőn és kedden is. 5-én és 6-án délelőtt 10 órától 19 óráig várom a gyerekeket itt a belvárosban. Aztán még utána megyek a világ minden más részére, éjszaka, reggel, nappal, és mire végzek ezzel a sok gyerekkel, addigra nagyon-nagyon elfáradok. A Mikulás járat a belváros több pontján feltűnik majd. December 6-án kedden 16 órakor azonban biztosan a városháztéri színpadnál lesz, hiszen a télapó és a Monomanó zenekar közreműködésével Mikulás napi műsort tartanak az adventi programok részeként.